Elkészült a parlamenttel szemben a Nemzeti Összetartozás emlékhelye. A Gránitból készült alkotás falára a Trianoni diktátummal szétszabdalt 12.537 magyarországi település nevét vésték fel. A tervezők szerint a 4 méter széles, mint egy 100 méter hosszú emlékhely nem a veszteségről, hanem az összetartozásról szól. A Stein program keretében létrejött tájépítészeti alkotást június 4-én a béke diktátum 100. -dik évfordulóján adták volna át, de a járvány miatt csak augusztus 20-án avatják fel. A stúdióban üdvözlöm Vaxler Tamás a Stein Limbre program vezetőjét. Jó estét kívánok! Akinek a fényképeit láthattuk az előbb, ugye ön fényképe? Igen, ez most így alakult, hogy csak az én fényképen keresztül lehet megtekinteni az emlékhelyet, amit sajnálunk, mert nyilván nem véletlenül dolgoztunk nagyon keményen az elmúlt években, eh, hogy erre a kerekén fordulóra elkészüljön, hát most csak sors közbe szólt. Miért sűjesztették a föld felszín alá? Mikor dölt az el, hogy ez egy sűjesztett emlékmű lesz? Az első pillanatban nyilvánvaló volt, eh, hogy az Alkotmány utcába eh, egyszerűen nem szabad, nem illik, nem, nem lehet eh, olyan emlékhelyet, olyan emlékművet készíteni, eh, amely talajszít fölött van, mert ez kitakarta volna az országháznak a látmányát a legfontosabb irányból, és Stein Imre, a Kossuth térrel, a későbbi Kossuth térrel, akkor térnek nevezték kapcsolatban, nem sokat mondott, sajnos nem értem meg, hogy ez Kiségül. aktuális téma legyen, de az a kevés, amit mondott, az arról szól, hogy a téren semmi lehet, semmi ne legyen, ami az országház látványát kitakarja, úgyhogy azt is mondhatjuk, hogy az ő örökségéből egyértelműen következik, hogy erre a helyre csak olyan emlékhelyet lehetett eleve Építeni, amely talajszint alatt van. De nyilván a, a dolognak a, a tartalmi üzenetéhez is erősen hozzáér. Erő igen, napja. a szimbolikájáról beszéljünk egy kicsit. 100 méter hosszú ez a rámpa lefelé, ez gondolom a 100 évre utal. Nem, az, Nem? Az, az véletlenül alakult így, a honvéd utcaig lehetett építeni, miután nagyon keresbe vágta volna a Lipótvárost, és ez így, így jött ki. Tehát ebben nincs szimbolika. Egy csomó olyan. Van, a település engem. nevekben viszont van? Ott van. 12 ezer darab. 12.537 településnél több mint 100 ezer betű, az így hogy mondja, ipari mennyiség eh, megcsinálni. Eh, az, az például szándékos szimbolika, hogy semmilyen különbséget nem tettünk a határon, eh, a, a trianoni határon belül és azon kívül eh, lévő települések között, hanem a véletlen. Eh, azt szabtam meg, hogy mi mi mellé e, kerül, ezzel is jelezve, hogy nem teszünk különbséget lelkileg sem ezek között, a települések között. Te önmagában is már az, egy, az együvé tartozásról beszélt, azért nem nincsenek elkülönítve egymást. Így van. Az egésznek a neve is nem véletlenül az, ami mm. hogy az összetartozás emlékhelye. Tehát ez a, 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 a szimbolikánál maradva, vagy szimbolikára visszatérve, a azok, akik próbálnak fogást keresni ezen az emlékművön, szokták mondani hátrányára, hogy ez egy stilizált sírhely, amivel teljesen pontosan fogalmaznak, ez egy stilizált sírhely, azzal a, azzal a történetnek a másik fele az, az egésznek a kialakítása olyan, hogy leereszkedünk a, a föld alá, ezen a sétányon lesétálunk négy méterrel a talajszint alá, ott az emlékláng, az örök lángot megkerüljük, és utána elindulunk fölfelé, kvázi a halál és a feltámadás szimbolikája együtt, a dolog csak együtt értelmezhető, aki csak a halálról, aki csak a temetésről tud asszociálni ezen kapcsolatban, az lent marad a végén, de az egész úgy van kell, hogy feljövünk a végén, úgyhogy ez egy nagyon tudatosan végig gondolt szimbolika. Van ennek kedvenc település neve? 12500-ból? Hát nyilván hosszú például, jól élek. A, Rengeteg nagyon érdekes ö, településnél van, nem tudok úgy lemenni, hogy valami érdekeset ö, ö, ne találjak. A kedvencem, mostan mostanában mindig hogy milyen hogy a szép kenyerű Szent Márton ö, nevű település, Orban, de. Erdében? Igazából nem néztem, meg gondolom Erdében van. De ez csak azért, mert olyan helyen van, hogy pont mindig látom. De renget, Tehát ahányszor lemegyek, annyiszor látok valamit, mm. vagy nagyon szépet, vagy nagyon érdekeset. mostanában a turizmus iparág. A turizmust ki kell szolgálni, a turizmusnak az egyik fő termék a selfik, és ezek az Instagram posztok. Lesz ilyen Instagram pont, ahonnan érdemes fényképezni? Biztos, hogy célpontja lesz a turistáknak ez a. Dubravsky Dávid, aki egy nagyon komoly építészeti szakíró Magyarországon, ő dobta be a köztudatba ezt a ezt a szempontot ezzel az emlékhelyek kapcsolatban nagyon instakonform lesz az emlékhely, és kétségű, vannak benne olyan pontok, ahonnan nem lehet nem fotózni. Tehát aki, aki, nem lelkesedik a fotózás iránt annyira, mint mondjuk én, az is bizonyos pontokra egyszerűen kívánja, hogy fotózzon, mert mondjuk amikor a sötétből kibukkanunk, a lángot megkerül a, a, megint a szabad ég alá, és az, előttünk az országház látványa, földre, ami ráfókuszál az egész emlékhely, az egyszerűen kéri, hogy fotózza le az ember, és vannak még ilyen pontok benne. Aki oda mondjuk Pécsről, én Pécsi vagyok, szeretné megtalálni a saját településnevét, Hogyan tudnak segíteni neki? Lesz egy internetes oldal, lesz egy hozzáférés, amit QR kóddal lehet majd megtalálni ott a, a helyszínen, és amint valamennyi település név megkereshető, és egy nagyon egyszerű mechanizmus segítségével megtalálhatja, hogy, hogy hol van az a, hely, a helyiség, az, a, az, a, település, ami neki fontos. A már szelfinél tartunk, hogy saját igen. magát fényképezzenek. Vannak benne egy kicsi technikai problémák, hogy, hogy 50-valány olyan település volt ebben a 1913-as összeírásban, ami egynél többször szerepelt. Tehát ugyanaz a település, mondjuk a felvidékem ged ezeket a településeket csak egyszer írtuk föl. Úgyhogy ott majd nyilván az alkalmazásnak valahogy kezelni kell ezt a problémát, de majd biztos kezeli. Augusztus 20-án pedig hivatalos megnyitó, ugye? Így készülünk, augusztus 20-án avatjuk. Vaxler Tamás, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.